A novemberi fagyos reggelek sajnos beköszöntöttek. Ilyenkor érdemes gondolnunk arra, hogy a vízórákat megvédjük az elfagyástól. Egy szakembert kérdeztünk meg a téma kapcsán, aki elmondta, egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető a baj. A aknánál ott, ha olyan lehetőségünk van, nejlon vagy fóliát alátenni a fedlapnak, és ha még ezt is keveseljük, akkor hát nejlon zsákba vagy valamilyen zsákba szénát, szalmát, vagy valamit ilyen, és akkor az, vagy esetleg régi pufajkát, vagy az kabátokat, szőnyeget rátenni az órára, rálökjük, és akkor az már nagyon sokat vét, mert ma már egy vízórának a cseréje az hát elég zsebennyúlós. A vízügyi szakember hozzátette, ha a novemberi időszakban lakásban hirtelen nem folyik víz a csapból, akkor gyanakodhatunk arra, hogy elfagyott a vízóra. Ha nincs víz, akkor nézzük meg az óránál, hogy hideg, vagy milyen állapotú, és meleg vizet soha ne öntsünk rá, mert akkor még nagyobb kárt teszünk. Ezzel eltörik az óra, és akkor megint ott vagyunk, hogy megint mínuszba erősen. A órának az üvege az sima, meg fényes, meg minden. Viszont, ha elfagyott az óra, akkor ez bemattul, és akkor így kifele megdudorodik egy kicsit, és olyan pókhálósan meg van törve. Ha véletlenül ráesik valami, onnan tudtuk mindig, hogy nem fagyott, mert akkor kívülről van egy kis pont, vagy valami repedés rajta, és arról tudtuk, hogy az nem fagyott, hanem külső hatás érte az órát. Egy vízóra csere ma már akár 50 ezer forintba is kerülhet. Szerencsére ma már egyre kevesebb az ilyen eset. Mindenki igyekszik megvédeni az óráját az elfagyástól. Volt már olyan alkalom, hogy régebben még, mikor dolgoztam, akkor elfagyott az óra, azt úgy kellett kiolvasztani. Nem lett semmi baj, nem folyt el, hála az Istennek, az autóztan így csinálom mindig a tetejét. Dupla nylon zsákot teszek rá, meg a tetejét, ezt a fedélyt ráteszem, most akkor nem fagynék biztosan. A hideg beköszöntével nem csak a vízórák, hanem a kerti csapok téliesítése is nagyon fontos. Valakinek van kerti csap, nagyon oda kell figyelni, hogy a fagycsapokat az zárjuk el koppanásig, mert máskülönben nem biztos, hogy feljön a víz a felszálló ágra, de ott fogy, elfolyik a vízünk, és hát azt sajnos ki kell cserélni, ami ma már egy fagycsap csere is, hogy maga az ára az is egy húzó, 10 000 forint, meg körülbelül annyiért is cserélik. Úgyhogy a kettő együtt véletlenül, ha elfagy az óránk, tönkre megy a csapunk, hát az már nagyon zsebennyúlós. A szakember tehát azt tanácsolja, hogy mindenki téliesítse a vízóráját, a kerti csapját, a nagyobb problémák elkerülése véget.